A Mi Hazánk Mozgalom munkajogászokkal egyeztetve alakította ki álláspontját, és ebből kiindulva egy olyan dologról fogok most beszélni, amely ilyen kontextusban nem igen fordult még elő, és egyetlen egy politikai erő sem beszélt erről. Mint ismert, a kormány egy kormányrendelettel felhatalmazta a munkáltatókat, hogy kötelezővé tehetik a Covid-oltást, és sajnos azt kell mondanunk, hogy sok helyen éltek is ezzel a lehetőséggel. Azok a dolgozók, akik nem vették fel a Covid-oltást, várhatóan egy évnyi fizetetlen szabadságra lesznek küldve, majd pedig elbocsátják őket. De legelőször is nézzük meg, hogy mit tart a munka törvénykönyve a fizetetlen szabadságról. Nos, a legelső és legfontosabb, hogy azt a munkavállaló kérheti. Itt álljunk meg egy pillanatra. A munkavállaló kérheti, tehát nem a munkáltató. Kétféle kategóriát különböztethetünk meg a fizetetlen szabadság tekintetében. Ez lehet alanyi jogon járó, és lehet kérvényezhető. Alanyi jogon járó egyébként a beteg gyermek vagy beteg hozzátartozó gondozása, de lehet még pár kategóriát felsorolni. Ha viszont a munkavállaló egészségügyi állapotát nézzük, akkor ahhoz tulajdonképpen, hogy mondjuk milyen gyógyszereket szed a dolgozó, vagy mire allergiás, stb., ahhoz nincs köze a munkáltatónak. Őt egy dolog érdekelheti, hogy az adott munkát el tudja végezni, vagy sem. Sőt, egészen pontosan, és ezt most olvasni fogom a pontosság kedvéért, a munkatörvénykönyve úgy fogalmaz, a munkavállaló köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy egészségét vagy a környezetét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Továbbá a munkavállaló megtagadhatja az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ezek után tekintetbe véve, hogy a Covid-oltások, a vakcinák jelenleg kísérleti, sürgősségi engedéllyel vannak forgalomban, így aki azt állítja, hogy biztosan tudja, hogy semmiféle közép- vagy hosszú távú mellékhatása, káros mellékhatása nem lehet, és teljes mértékben biztonságosak, ez minimum megtévesztő. A munkatörvénykönyve talajából kiindulva tehát azt lehet mondani, hogy a munkáltató nem kötelezheti az oltás felvételére a dolgozóját. És itt jön a lényeg, ugyan a kormány egy kormányrendelettel felhatalmazta a munkáltatókat erre, de egy kormányrendelet jogi szempontból alacsonyabb fokon áll, mint a munka törvénykönyve. Tehát nem írhatja felül. Mi következik mindenből? Legelőször is nyilván az, hogy a kormánynak azonnal hatályon kívül kellene helyeznie ezt a kormányrendeletet, mert ez a tempó diktatúrákra jellemző. Mi már régóta mondjuk, hogy a kormány egy Covid diktatúrát épít ki, és egy rendszer, egy kormány, hogyha már a saját törvényeit sem veszi komolyan, akkor kiállította magáról a szegénységi bizonyítványt. A Mi Hazánk Mozgalom ezért követeli, hogy ezt a kormányrendeletet és minden más diszkriminatív intézkedést vonja vissza a kormány. Mi addig folytatjuk az ellenállást, míg ezt el nem érjük, mert nem kérünk a Covid diktatúrából, az oltást nem lehet kötelezővé tenni, azt mindenkinek egyénileg kell eldöntenie, hogy kívánna élni ezzel, vagy nem.